Sziasztok! Ebben a videóban marhapofát fogunk készíteni. Barbecue smokerben fogjuk mindezt megtenni, és a végén egy nagyon finom kis szendvicset fogunk belőle összeállítani. Gyertek velünk, én Batta László vagyok, süssünk egy jót! Itt vannak a marhapofák, ezeket én már szépen lehártyáztam, meghagytam itt egyet nektek is, hogy megmutassam, hogy hogyan is szoktam én ezt lehártyázni. Kell hozzá egy vékony, vengélyű kés a hártyázáshoz, gyönyörűen be lehet szúrni a kést a hártya alá, majd a kést óvatosan mozgatva szépen le lehet róla venni a hártyát. Ezzel a technikával jártam el az összes hús esetében. Így. Ezeket a kis hártyákat is levesszük, hogy a végén nagyon könnyedén tudjuk szeletelni. Egyik kedvenc húsom a marhapofa, hiszen rendkívül bőségesen át van szőve, lehet látni zsírszövettel, emiatt a sülés végére lehetőleg gyönyörű, finom, omlós puhává fog sülni, úgyhogy nagy élvezeti érték lesz ennek a húsnak. A marhapofákat vékonyan meg kell először mustárral, hogy a fűszert gyönyörűen fel tudjuk rávinni. Tényleg nem kell sok mustárt rátenni, csak annyi, hogy szépen át tudjon tapadni a fűszer. És ezáltal a fűszerréteg egyenletes lesz rajta, és így tudjuk a legjobb eredményt elérni. A bemustározott marhapofákat a beef barbecue rabbal szépen egyenletesen megszórom. Nagyon szeretem ezt a fűszerkeveréket marhák esetében, és még vaddisznónál is nagyon jól működik, hiszen kellőképpen karakteres fűszerezésű ez a keverék, és található benne egy kis barna cukor is, amitől nagyon szép bark képződik a húsnak a felületén. Mikor ezt fűszerezzük a húst, sohasem szabad dörzsölni, mindig csak így szépen megnyomkodjuk a fűszert réteget a hús felületén, hogy egyenletes legyen rajta, mert ha dörzsölnénk, könnyebben el tudnánk húzni egyik irányba a fűszert, és ott sokkal több lenne. Így lesz az igazi, hogyha így készítetek. Ha befűszereztük a húst, megyek és begyújtom a sütőt, amíg a sütő átmelegszik, 20-30 perc, bőven elegendő idő a húsnak, hogy szépen magába szívja a fűszereket, kicsit átnedvesedjen rajta a fűszerréteg, és mehet is be egyből a sütőbe. Begyújtottuk a smokert, elértük a 120 fokos rácshőmérsékletet, ki is nyitom, és jöhetnek be a marhapofák. Nézzétek meg, hogy gyönyörűen átnedvesedett a marhapofákon a fűszer, és be is kerül a rácsra. Ez a nagyobbik Barbecue Mania kompakt sütő, a Grande, hát kényelmesen elfér benne a marhapofa, ez 2,5 kg pofa. Bekerült a rásra, és most a faszén kosárba teszek egy darab tölgy füstölőfát be a parázsra. Így. Hamarosan elkezd belőle jönni a nagyon finom, gyönyörű füst, amely megízesíti majd a húsunkat. Körülbelül óránként fogok ránézni, kicsit megspriccolom, amint eléri a maghőmérséklete a 75-80 fokot, nem is ez a legfontosabb, amikor már szép bark kezd kialakulni rajta, utána pedig be fogom csomagolni. Na nézzük is meg a marhapofákat. Aj, de gyönyörűek! Előbb mértem a maghőmérsékletüket, 65-70 fok között van az összes, és úgy gondolom, hogy a bark is szépen kialakult, ezért most csomagolni fogom, és azért, hogy megőrizzem a szaftnak, a nedvesének a nagy részét, tálcára fogom tenni, a tepsibe, és a tetejére bőségesen fogok tenni vajat, hogy még szaftosabb végeredményt kapjunk. Megvannak a húsok, és jönnek a vajdarabokra. Ne sajnáljuk róla a vajat, meg is mondom, hogy majd miért, a végén ki fog derülni.
Úgy. Utána pedig jó erős grillfóliával csomagoljuk be. Egy darab kavaly kiugrott. Mehet vissza a sütőbe, 120 fokra, és ezt addig kell sütni, amíg a hőmérőnek a szondája ellenállás nélkül bele tud jutni a húsba. Szerintem olyan 95-96 fok lesz az, amikor ez a hús elkészül. Körülbelül 5 óra telt el azóta, mióta a marhapofákat betettük a sütőbe, közben csomagoltuk, tettünk rá vajat bőségesen, új, de jól néz neki, illetve engedtek még egy kis szaftot a marhák. Na nézzük is meg, hogy hány fokosak. Ugye 95-96 fokosak. Nem is a hőfokot kell nézni, az, hogy milyen könnyedén megy bele a tű a húsba. Rendkívül könnyen megy bele, teljesen vajpuhák ezek a húsok. Úgyhogy ezek elkészültek, most letakarom, kiveszem őket, és egy fél órát, 3-4 órát legalább pihentetni vagyok. A marhapofa ki is pihente magát, most már olyan meleg, hogy hozzá tudunk nyúlni. Nézzünk is egy szép darabot. És ezt kétféleképpen is tudjuk fogyasztani. Egyrésztről felszeleteljük, és úgy simán fogyasztjuk. Ó, nézzétek csak, gyönyörű szaftos az egész. Hát én ezt meg is kóstolom így. Nem várok senkire. Lehet látni, tele van kollagénnel. Szaftos, gyönyörű. Ez nagyon jó. Na szóval, egyrésztről is fogyaszthatjuk, másrésztről szépen felkockázom, visszateszem a szaftjába, és egy kis honey barbecue glézzel fogom elkeverni, majd készítünk belőle egy jó szendvicset, megpirítom a császár alját vékonyan megkenem dijoni mustárral, rá fog jönni a kockára vágott marhapofa, és teszek rá pár szelet uborkát. És higgyétek el, úgyis nagyon finom lesz. Felszelteltem szép kis kockákra ezt a mennyei ilyen omlós, finom marhapofát. Visszaraktam a szaftjába, kicsit átforgattam benne, és most következik a honey barbecue glaze. Ezt a meglehetősen fűszeres kis kockácskákat ezzel a pici édes-mézes ízzel kicsit megbolondítjuk, és garantálom, hogy nagyon finom fogás lesz belőle. Amíg a húsok magába szívják a finom szaftot, addig megpirítom gyorsan a császárt. Megvan a pirított zsemlénk. A zsemle alját megkenem egy pici kis dijoni mustárral. Vigyázzunk vele, mert jó erős. A mustárra jöhet 3 szem uborka. És akkor az uborka tetején pedig ez a mennyei ilyen finom, szaftos, omlós marhapofa. A zsemle tetejére a szószból teszek. És így kínálom ezt. Mindenkinek jó egészséget kínálok hozzá. Ha tetszett a videó, jelentkezz fel YouTube oldalunkra, lájkold a videónkat, és próbáljátok ki ezt a finom kis ételt is. Én is így teszek, megkóstolom. Sziasztok! Ez nagyon jó lett.